szeretettel köszöntök mindenkit. Anyáknapi ünnepségünkön, elnézést kérünk, ilyen kis helyünk van, de valamikor el kellett kezdeni a kultúrnak a legsürgősebb munkáit, legalább belül a vakulatot kicserélni, meg másik ajtót, úgyhogy semmikor nem jó, mert mindig van valami esemény, most beleesett az anyák napjába a felújítási időszakba, de hamarosan talán kész lesz. Fogadják szeretettel a Kisholló Színtársulat anyák napi műsorát. Bevezetésként egy anyák napi köszöntő dallal kezdünk. Anyám, édesanyám, dallal köszönöm, boldog ifjúságom, felnőtt örömöm. Köszönöm, hogy mindig édesanya voltál, köszönöm a dalt, amellyel álomba ringattál. Álomba dúdoltál. Anyám, hogyha dalol minden muzsikán, mint mikor a hárfa bársony hangja száll. Dalolj, édesanyám, úgy, mint réges-régen, mindannyian azt kívánjuk, véget sose érjen, anyám soká éljen. Dalolj, édesanyám, úgy, mint réges-régen, mindannyian azt kívánjuk, véget sose érjen, anyám soká éljen. Fecske Csaba, a nagymamánál, ami adása következik. A nagymamánál jó, csak ott jó igazán. A nagymamának sok keze van, de ez igazán. Az egyik kezével főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal a feje melejt dudolt borogat. A nagymamánál jó, mert ott van nagypapa, aki a mezőről tücsök szavú estét hoz haza. Mint madár az ágra, napsugár a rétre, úgy repülök én ma nagymamám elébe. Dalos madárral így csicsergenén el, Isten áldja nagymamámat mind a két kezében. Csillag orgonával, bíbor tulipánnal köszöntelek mamikám ezer jó virággal. Köszöntelek fénnyel, kékig derűjével, köszöntelek mamikám szívvel melegével, köszöntelek dallal, köszöntelek verssel, szívemből gyöngyöző jó szóval ezerre. Ivány Mária, anyák napja ünnepén. Osvárd Erzsébet, édesanyja. Hogy muzsikál, dalol ez a szó, és százféleképpen mondható. Anyu, kissé kényeskedő, kérő. Anyucikám, kedvesen becéző. Anyukám, olyan gyengé, simogató. Mama, milyen fadasztosan hangzó. Kórus énekli a sok szólamot, gyermekkórus. És te némán hallgatod. Ennyi változatban drága nevedet, egyet jelent még, szeretet. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nélkünk életednek minden napját átadod. Nincs az égen annyi csillag, és a fűszál a rétem, mint ahányszor kell, hogy mondjam, ki is vagy te nékem. Megköszönném, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is.
következő négy kis műsorszám egy olyan szerzőtől való, akinek egy konkrét művét már szinte mindenki ismeri, a Favágók című jelenetet, amit tavaly nyáron is előadtunk falun akkor. A szerzője Bagi Aranka, aki sok más egyebet is írt, egy perceseket is, és ebből következik most három, és utána egy kis színdarab. Bagi Aranka néhány évvel később. Kata és kisfia séta közben megálltak a kórház előtt. Itt születtél, kisfia. Mutatott fel az épület harmadik emeletére Kata. A gyerek csak állt, és nézett fölfelé. Töprengett. Anya, amikor megszülettem, huncutkodtam? Törte meg a csendet. Kata meglepődött a kérdésen, de gyorsan válaszolt. Igen. A kisfia azonban nem érte be ennyivel. És hogy huncutkodtam? Hát tudod, hol kikukucskáltál, hol pedig visszabújtál. A gyereknek tetszett a válasz, kacagott. Azután újra kérdezett. Anya, egy csupaszban voltam? Igen, kisfiam, csupasz voltál. És örültél, amikor megszülettem? Nagyon, kisfiam. Nagyon örültem. A kisfiú hálásan nézett az édesanyjára, majd boldogan felkiáltott. Anya, én is örültem. Önfeláldozó szeretet. A kisfiú zongorázni tanult, mivel azonban már két alkalommal nem gyakorolt, alapos szidást kapott. A gyerek bűnbánó képpel fogadkozott. Ezután mindig gyakorolni fogok. Az bizony jó lesz, még zongora művész is lehet majd belőled. Biztatta az édesanyja. Isten őriz, anya, én mozdonyvezető akarok lenni. Csak nem szeretném, ha a sok kiabálástól megfájdulna a torkod. Repülj, kismadár! Úgy szeretnék kismadár lenni, fészket rakni a tenyeredbe, és akkor mindig veled mehetni. Mondta egyszer válaszlanul Katának a kisfia. Úgy szeretnék kismadár lenni, fészket raknék a tenyeredbe, és akkor mindig veled mehetnék. Mondogatja Kata nap mint nap gondolatban, az azóta már felnőtt, távoli országban tanuló kis nagyfiának. Most következik Bagi Arankától a Nevelni tudni kell című kis darab. De hát olyan aranyosan kér! Édes szívem, ez így nem mehet tovább. Mi lesz ebből a gyerekből ilyen nevelés mellett? Hogy fogja tisztelni a szüleit, az anyját bóznak ismeri meg? Nem, ezt nem hagyhatom annyiban. Ettől a perctől kezdve átveszem a gyerek nevelését. Te pedig légy szíves, nézd a vasra után. Jó, rendben megyek, ma is. Apa! Javítsd meg a kis vasúttan kerekét! Most azonnal leülsz és megtanulod ezt két. De én játszani akarok, majd később megtanulom. Hogy mersz feleselni apáddal? Most azonnal leülsz és tanulsz. Na mi lesz? Na mi lesz? Tudod már a verset? Akkor tanulj, ne add itt a napot. Majd én megmutatom, hogyan kell gyereket nevelni. Már tudom. Helyes, mondd el.
Kismalac a réten, tüvet legelépve. Arra ment egy néni, vizet is vitt néki. Jól van, látod, tud te úgy gyerek is lenni. Most már játszhatsz. De én nem akarok játszani. Éhes vagyok. Csönd. Anyád 7 nappalát éve dolgozik, és amint egy kicsit is késik a vacsora, egyből nyafogsz és apáddal feleselsz. Tanulj meg, fiam, tűrni. A türelem rózsát terem. De én nem akarok rózsát. Levest akarok. Most aztán elég legyen. Látszik, hogy anyád nevelt. De belőle nem csinálsz bohócot. Indulás játszani. Na mi lesz? Meg játszani sem tudsz. Egyedül nem tudok. Mi az, hogy nem tudsz? Minden gyerek tud, ha akar. Hogy fogod azt a kardot? Minket szakált a konyhaszést. Add ide. Így kell megmarkolni. Látod a zöld fülű? Ez bezeg a anyától, most nem akar utad volna. És még ő akar gyereket nevelni. Most miért mondom? Rajta! Aljas! Római! Véged van! A rendszereddel együtt! Ah. Jó, játszunk mást. Pisti! Elaszol a sápat tartunk. Én. A részbőrű. Kermetek az őserdőben. Úristen, mi van itt? Látod? Ki kell gyereket nevelni? Te aljas részbőrű! Barga András és Csüzsék Zsoltanás. Tavaly ilyenkor Szombathelyen Koncz Gábor tartott egy ilyen anyátnak műsort, és mi is megtekintettük, meghallgattuk, és volt egy műsorszám, aminek is nagyon megtetszett. Gábor egész életében nagy szeretettel volt az édesanyja iránt, valószínűleg azért is választotta az egyiknek ezt. Dino Buzattitól a Gyors vonat című kis novellát, képes poéma. Az a vonatod? Az. Félelmetes volt a mozdony a füstös tető alatt, akár egy megvadult vad mehetnékében toporzékoló bika. Ezzel a vonattal még? Kérdezték. Csak ugyan rémület fogta el az embert, olyan iszonyú volt a nyílásokon sípolva kitörő gőznyomása. Ezzel, feleltem. És hova? Megmondtam. Sosem ejtettem ki ezt a nevet. Még barátaim előtt sem valami szégyenkezés mindig visszatartott a nagy nevet. A legnagyobbat. A csodálatos rendeltetési helyet nincs bátorságom kimondani. Ki így nézett rám, ki úgy... Ki haragosan, hogy mit tolakszom, ki gúnnyal, őrültségemért, ki meg ábrándjaink keltette szánalommal, valaki nevetett. Egy ugrással a kocsiban voltam, kinyitottam egy ablakot, baráti arcokat kerestem a tömegben, senki. Indulj hát vonat, egy percet se veszítsünk, rohanj, vágtas, ne fúkarkodj a szénnel, mozdonyvezető, tüzeld a leviatánt. Kapkodva felzihált a mozdony, megrándult a szerelvény, megmozdultak a peron oszlopai, lassan, egyenként elcsúsztak mögötte. Aztán házak, üzemek, gáztartályok, tetők, házak, gyárkémények, kapuk, házak, fák, kertek, házak, darandadam, rétek a mezők, a tágas égen vándorló fellegek. Gyerünk, mozdonyvezető, teljes gőzzel előre! Isten, hogy rohanunk? Ha így megyünk, gondoltam, nem sok időbe telik, s elérik az első, aztán a második, a harmadik, a negyedik, azután az ötödik, az utolsó állomást, és akkor győztünk. Kettelve néztem az ablakon át a villanydrótokat, ahogy ereszkednek, aztán meghőkölnek, megint felszaladnak fel a következő pózna felé, és egyre gyorsul az ütem. Ketten ültek velem szemben a vörös bársony panlagon.
Az arcukra volt írva, hogy ismerik a vonatok minden csinyán, binyát, minduntalan az órájukra pillantottak, és murogva ingatták a fejüket. Aggályos természetű ember vagyok, összeszedtem hát minden bátorságomat, és megkérdeztem. Engedelmet, uraim, miért rázzák a fejüket? Azért rázzuk, felelt az idősebbik. Mert ez az átkozott vonat nem úgy megy, ahogy kellene. Ha így folytatja, iszonyú késéssel érkezünk. Egy szót se szóltam, de magamban azt gondoltam, az emberek mindig elégedetlenkednek. Ez a vonat éppen, hogy bámulatra méltó, csupa erő és igyekezett, mint egy tigris. Ez a vonat úgy szágult, ahogy talán vonat soha még, s lát, mégis panaszkodnak az örök utasok. Közben kézbelől csodás iramodással futottak a mezők, a messzeség hátunk mögött óriásra lőtt. És csak ugyan, az első állomás hamarabb felbukkant, mint sem vártam volna. Megnéztem az órát. Pontosan a menetrend szerint érkeztünk. Itt Murphy mérnökkel kellett találkoznom nagyon fontos ügyben. Utvás szálltam le, s ahogy megbeszéltük, az első osztályú étterembe siettem. Murphy csak ugyan ott volt, éppen végére ért az ebédnek. Köszöntöttem, leültem, de ő szóba se hozta az ügyünket. Az időről beszélt meg, más ilyesmiről, mintha rengeteg ideje volna még. Jó 10 perc kellett hozzá, és alig 2 perc volt már csak az indulásig, még rászállta magát, hogy elővegye a bőrtasakból a szükséges iratcsomót. De észrevette, hogy az órámat nézem. Talán siet, fiatalember? Kérdezte némi gúnnyal. Én az igazat megvalva nem szeretem kutyafuttában intézni a dolgom. Tökéletesen igaza van, tisztelt mérnök úr, kockáztattam meg. Csak hogy a vonatom nem sokára indul, és ez esetben, mondta határozott mozdulattal összemarkolva a papírokat, ez esetben sajnálom, igazán nagyon sajnálom, de majd máskor beszélünk róla, ha majd ráér egy kicsit jobban, kedves uram, és felállt. Ne haragudjon, dadogtam, de nem tettek róla, tudja, a vonat? Se baj, mondta mosolyogva a felsőséggel. Épp hogy elértem a vonatomat, amely lassan újra megindult. No, majd máskor, gondoltam. Az a fontos, hogy le ne maradjak. Szágúdottunk a mezőkon át, epileptikusan táncoltak le, fel a telefonhuzalok. Roppant rétségek fordultak elém, és ritkultak, egyre ritkultak a házak. Mert észak földjén jártunk már, melyek legyezősen tárulnak a magány és titok felé. Az a két úr, aki velem szemben ült, nem volt már a vonaton. A fülkénben egy szelíd külsejű lelkészült, sűrűn kövécselt, és rétek és erdők és lápok és nőtt dagat mögöttünk a messzeség. Egyszerre csak, mert nem tudtam mit csinálni, megnéztem az órát, és hirtelen két köhögés között ugyanezt tette a lelkész is, megrázta a fejét. De most nem kérdeztem az okát. Jól tudtam sajnos magam is. 4:55 egy negyed órája meg kellett volna már érkeznünk a második állomásra, és még fel sem tűnt a láthatáron. A második állomáson Rosannának kellett volna várnia. Mikor a vonat megérkezett, sokan nyüzsögtek a peronon, de Rosanna nem volt ott. Leugrottam a lépcsőről, átvágtam az állomáson, kinéztem a térre, és akkor a fasor végén messze, nagyon messze megpillantottam Rosannát, amint egy kicsit meggörnyedve távolodik. Rosanna! Rosanna! Kiáltottam teli torokból, de szerelmem már messze járt. Vissza se nézett, meg se fordult. Hogy futhattam volna utána, hogy hagyhattam volna ott a vonatot, mindent? Rosanna eltűnt a fasorban. Róla is lemondtam, hát visszaszálltam a gyorsra, és rohantunk tovább az északi síkságon át, afelé a valami felé, amit az emberek sorsnak neveznek. Végül is mit számít a szerelem? Csak mentünk sok-sok napon át, a villanydrótok a vágány mellett csak járták idegbajos táncukat, de hova lettek a kerekek csattogásának szép elvei? Miért ácsorognak kedvük szegetten a fák láthatában? Miért nem szöknek tova most már, mint a megviasztott nyulak? A harmadik állomáson talán 20 ember, ha lehetett. A bizottságot, amelynek ünneplésemre meg kellett volna jelennie, sehol sem láttam. Kérdezősködtem a peronon, nem láttak véletlenül egy ilyen és ilyen bizottságot, tudakoltam. Férfiakat és nőket, zenekarral, zászlókkal. Dehogy nem! Itt voltak, vártak is egy jó darabig, de azután beleuntak és elmentek. Mikor? Vagy 3-4 hónappal ezelőtt, válaszolták.
Hosszú fügyszó hangzott, indult a vonat. Fel a fejjel, hát, megyünk! Neki feszült maradék erejével a gyors. Bizony, nem a hajdani békjótlan vágtatás volt már ez. Silány szén talán, a másféle levegő, a hideg, a fáradt mozdonyvezető. És a messzeség mögöttük akár egy szakadék, ha belenéz, szédül az ember. A negyedik állomáson tudtam, ott kell lennie anyámnak. De hogy megállt a vonat, üres volt a peron, és havazott. Kihajlottam, sokáig nézelődtem, és már éppen csalódottam, be akartam csukni az ablakot, amikor végre megláttam a váróteremben. Egy padon kucorgott, nagy kendőbe burkolózó bóbiskot. Milyen pici lett, irgalmas ég. Leugrottam a vonatról, futottam megölelni. Hogy magamhoz szorítottam, éreztem szinte semmi súlya. Egy kis halom törékeny csont csupán. Éreztem, hogy didereg. Régen vász, mond. Nem, nem, fiam. És boldogan mosolygott. 4 éve sincs még. Nem nézett rám, ahogy ezt mondta, a padlóra merett, mintha keresne valamit. Mit keresel, mama? Semmit. De hát a podgyászod? Kint hagytad a peronon? A vonaton van, mondtam. A vonaton? S vigasztalan fájdalom fájtjól azt a homlokát. Nem raktad még le? De hisz én nem tudtam, hogy mondjam meg neki. Azt akarod mondani, hogy már is indulsz tovább, hogy még egy napig sem maradsz? Elhallgatott csüggetten, és csak nézett, felsóhajtottam. Jó van, hadd menjen hát a vonat. Szaladok a podgyászomért, határoztam, itt maradok veled, hiszen 4 esztendeig vártál. Szavaimra ismét megváltozott anyám arca, visszatért az öröm és a mosoly. De mosolya nem sugárzott már úgy, mint az előbb. Nem, ne menj a podgyászodért. Rosszul fejeztem ki magam, könyörgött. Csak úgy mondtam, tudod, hiszen megértelek, nem maradhatsz ebben a nyomorúságos fészekben. Miattam nem érdemes. Egy órát se veszíts miattam, sokkal jobb, ha mindjárt tovább indulsz, mindenképpen. Kötelességed. Csak arra az egyre vágytam, hogy viszontlássalak. Viszontláttalak, és most már boldog vagyok. Hordár! Hordár! Kiáltottam. Tüstént előbukkant egy hordár. 3 bőröndöt kell levenni? Dehogy is! Erősködött anyám. Sose lesz többé ilyen alkalom. Fiatal vagy, a magad útját kell járnod. Szállj be hamar. No, menj, menj! Mosolyt kényszerített az arcára, és erőtlenül a vonat felé tuszkolt. Jaj, Istenem, siess, már csukják befelé az ajtókat! Nem is tudom, hogyan. Ott voltam önzőn a fülkében. Kihajoltam a nyitott ablakon, és utolsó üdvözletet intettem. Ahogy távolodott a vonat, még kisebbre zsugorodott, csüggett mozdulatlan alakocska a kihalt peronon a hóesésben. Aztán egy arc nélküli fekete pont, parányi hangya a mindenség sivatagában, és elnyelte a semmi. Égáljon! Égáljon! Év évre halmozódik, egyre növekszik a késés, és mi mind megint úton vagyunk. De hova? Leszáll az este, fagyosak a kocsik, alig maradt itt már valaki. Itt-ott a sötét fülkék sarkában sárpadt. Merev arcú ismeretlenek fáznak, de nem mondják, hova. Milyen messze van az utolsó állomás? Nem érünk oda sohasem. Megér tehát elhagyni így sietősen a kedves helyeket, szeretteinket? Hol van? Hol is van a cigarettán? Aha, a kabár zsebemben. Persze, visszafordulni nem lehet. Gyerünk hát, mozdonyvezető! Hogy hívnak? Milyen a képed? Nem ismerlek, sosem láttalak. Jaj, ha nem segítesz! Tarts ki, jó mozdonyvezető! Vesd a tűzre a maradék szeret! Hadd száguljon ez a csikorgó, rozoga alkotmány! Hajszold a nyaktörő rohanásba! Egy kicsit hasonlítson legalább hajdani mozdonyunkra! Emlékszel? Vaktában neki az ének! De ne lankadj az Istenért! El ne nyomjon az álom! Holnap megérkezünk. Talán. Üdvig Zsolt következik, saját versét mondjál, örökölelés címmel.
Megszülettünk nagy magányban, jó anyánk nevelt ringató karjában. Erről is sajátomat sem tudom rendesen. Vannak még. Megszülettünk nagy magányban, jó anyánk nevelt ringató karjában. Felnőttünk szívünk társra vágyott, hogy te rád lehettem áldom-e világot. Értük fiatalon szerelmük édenét, együtt létünk gyümölcseként anya lettél. Ahogy a csók száll szájról szájra, úgy száll a gondoskodás anyáról anyára. Anyám helyett anyám lettél, csodálak, amióta megszerettél. Óvlak rosszat akaró emberektől, óvlak tűztől, víztől, óvlak óvjartól, széltől. Már kirepültek a fiók a gyerekek, és én csak egyre jobban ölellek és ölellek, és az életből, ha előbb mennék el, ne félj, várni foglak, hogy karjaimba vegyelek. Édesanyám, rózsafája, én vagyok a legszebb ága, én hajlottam, mint közül a legmesszebbre. Egyenest az alpok alja közelébe. Édesanyám, sok szép szava, nem fogadtam, én meg soha, megfogadnám, de már késő, jaj, de késő. Hull a könnyem két szememből, mint az eső. Azt kérte csak, ember legyek, idegenbe, ha elmegyek, s ha a világ körülöttem túl mosolva. Szülő hazám, ne felejtsem többé soha. Fehér galamb szállja házra, édesanyám, Isten áldja. Bánatának szelek szárnyán jött a híre. Jól tudom, hogy én miattam fáj a szíve. Bánatának szelek szárnyán jött a híre. Jól tudom,
tudom, hogy én miattam fáj a szívem. Édesanyám, be jó kend, be jó vízet hozott kend, még mátszor es ne nyernel, több üdőt és töcsönnel. Míg az anyám oda volt, a szerető nálam volt, hely az idők uta volt, míg az babám nálam volt. Édesanyám kiállt itt, kit a lapja maradt itt, vándor legi aját itt, azt a lapja maradt itt. Hát az ágyat mi lelte, hogy eszel van heverve, cica fogott tegeret, játszott vele eleget. Cica fogott tegeret, játszott vele eleget.